Itt, ezen a szép vasárnap estén. És hát először is a Jóistennek köszönjük meg, hogy jó idő lett, mert az éjszaka után, amilyen utak vannak és amilyen időjárás volt, kés csoda, hogy itt most össze tudtunk gyűlni. És nagyon örülök neki, hogy egyre többen vagyunk együtt a vasárnapok alkalmával. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, hiába hideg van, de mégis együtt tudunk lenni. És hát már így előre megköszönöm a legkisebbeknek, hogy készültek és kitartanak itt ebben a hidegben. Szeretném felkérni Szűcs Zoltán plébános atyát, hogy mondja el adventi gondolatait, majd utána közösen polgármester úrral gyújtsák meg az örömgyertyáját. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kezdjünk egy szép adventi énekkel. Harmatozzatok, égi magasok, téged vár repedve a halandók lelke. Jöjj el, édes üdvözítő! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen, az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörögjünk. Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy üdvözítőnk születésének nagynapjára elérkezve, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelen, újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseiteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Ez az Isten igéje. Kedves testvérek! Várjuk Jézus Krisztust! És ő meg is érkezik. Mert hát ez karácsonynak a lényege. Drága öreganyám, Isten nyugtassa, mindig mondta, amikor beszélgettünk, és hirtelen mindenki elhallgatott, angyal repült át a szobán. Jó hasonlat ez az Úr érkezésére is. Szentestén talán majd mi is megtapasztaljuk. Beszélgetünk, és hirtelen egyszer csak jó ízű csend lesz, és angyal repül át a szobán. Kicses. Vagy közhely. Ne talán mese? Nem. Úgy fogod érezni a szívedben, mintha angyal szállt volna át a szobán. Azt fogod érezni, amit egyszer egy kedves idős asszony mondott karácsony után. Tisztelendő úr, képzelje, mi történt velem szenteste? Megcsókolt a menyem. Néha úgy jelenik meg Jézus Krisztus, hogy valaki megcsókol,
valaki, aki 10 éve már nem tett ilyet. Úgy jelenik meg Jézus Krisztus, ahogy egy férfi, aki sose ér rá, mindig fut, és resteli elmondani a feleségének, amit jó lenne elmondani, hogy mennyire szereti és becsüli őt. És karácsony este arra az agyon dolgozott, sokféleképpen megkérgesedett, megráncosodott asszony kézre csöndesen ráteszi a kezét, és az asszony érzi a szeretet lüktetését. Megszületett Jézus Krisztus. Egy német költő mondta egyszer, Isten öröme galamb lábakon tipeg. Én sem tudom szebben mondani, halkan, csendesen karácsonyod lesz, békességed lesz, mert közel van az Úr, megjelenik az a galamb lábon tipegő békesség, és az este szent lesz. Szent lesz az Úrban, szent a szívedben, valaminek az előíze. Előíze az odaátvaló csodálatos szentségnek, amit Isten megígért nekünk, amit Isten megadott nekünk. Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig imádkozzunk együtt Istenhez úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Isten legyen áldott. Most pedig a harmadik adventi gyertya meggyújtása következik.
Most pedig kérem, fogadják nagyon sok szeretettel és egy bíztató nagy tarcsal a Kikelet Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek és pedagógusainak közös műsorát. Thank you.
szeretetről szóljon, aranyos tudod, az én ajándékom nem kapható boltban, kicsi szívem szeretetét összecsomagoltam. Karácsonyig őrizgetem, szívem összehéjek, mit szólnál egy öleléssel, egy beszélgetéssel, mikor mindenki elmondhatná, mit gondol, mit érez. Közös élmény, közös játék, de csodás is lenne, apró öröm, nagy boldogság csillóghatna benne. És közben a szükségesen úgy is megkelleni, csak egy dolgot felejtünk el, őszintén szeretni. Öltözködjön a szívjébe, szedd a világon, szóljon végre szeretetről, idén a karácsony. Nagyon szépen köszönjük az óvodásoknak és a pedagógusoknak ezt a gyönyörű szép felemelő műsort, és úgy gondolom, hogy méltán kijár még egy nagyobb tapsisám nekik. Egy kicsit megmelegítjük a fegyeleinket. Köszönjük szépen! És megkérek mindenkit, hogy ne szaladjanak el, szerintem annyira hideg nincs, legyünk egy kicsit együtt, beszélgessünk egy kis szívet, lelket melengető tejával, és készültek a konyhásnénik nekünk, amit itt hátul fogyasszanak jó egészséggel, és megkérem az óvisokat és a pedagógusokat, hogy ne siessenek el, mert az angyalka már előre egy pici ajándékkal fog nekik keveskedni, úgyhogy jöjjenek ide közelebb. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek, szép adventi készülődést,
És azért itt van a reklámhelye is, mert hogy holnap egy nagyon szép könyvbemutatóval készülünk a hatutunk borsolóban, a plakátokon meg lehet nézni. És szeretettel várunk mindenkit a jövő hét vasárnap is, legyünk együtt. A viszontlátásra minden jót!